Május 16-án nyílt rajzkiállítás a Káposztásmegyeri Közösségi Házban annak a pályázatnak az anyagából, melyet az Újpesti Kulturális Központ Homoktövis Környezetvédelmi Oktatóközpontja hirdetett meg az Újpesti Általános Iskoláknak Zöldellőkert címmel. A díjazottakat és kísérőiket a Szűcs Sándor Általános Iskola kisdiákjai köszöntötték népdalokkal, majd dr. Kriskáni Gánóci Anita kulturális szervező adta át az okleveleket, ajándékokat a 8 korcsoport helyezettjeinek. Ha tavaszra nem jő, búza pirulásra, ha még akkor sem jő, tud meg soha sem jő. Mi a tapasztalatod, Anita? Nagyon várják már a gyerekek ezeket a rajzversenyeket? Igen, nagyon várják, nem csak a gyerekek, én remélem, hogy a pedagógusok is. Újpesten nagyon népszerű ez a kerületi rajzverseny, rajzpályázat. Az általános iskolásoknak szoktuk meghirdetni. A mostani rajzpályázatunk címe Zöldellőkert volt, és 13 újpesti általános iskolából kaptunk alkotásokat, közel 400 darabot. Nagyon nehéz dolga volt a zsűrinek, az alkotások nagy száma miatt, és hosszas mérlegelés és elemzés után hozta meg a döntését a zsűri, és jelölte ki a díjazottakat, győzteseket. 8 korosztályban díjaztuk az alkotásokat évfolyamonként, tehát külön az első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik évfolyamot. A különleges témát vagy egyedi technikát pedig külön díjjal jutalmaztuk. Szeretném megköszönni a felkészítő pedagógusok munkáját, mert nélkülük nem valósulhatott volna meg ez a csodálatos kiállítás. Az őszén, amikor itt voltunk, ha jól emlékszem, akkor 300 körül volt a rajzok száma, akkor ez egy emelkedő tendencia, ugye? Így van, emelkedő tendencia, én is nagyon örülök neki, de sajnos az összes pályamunkát nem tudtuk kiállítani, pontosan a nagy szám miatt, de természetesen az összes díjazott és a legszebb alkotások kikerültek a falakra. Nagyon sok gyerek panellakásban él, nem igen találkozik közelről minden nap a kerttel, de azért megrajzolni mégiscsak gyönyörűen meg tudták. Igen, nekem is különösen tetszettek azok az alkotások, amelyek bemutatták a virágos zöldellő kerteket, és több rajzon is megjelentek a tavaszi kerti munkák, ami nekem nagyon tetszett. Melyek a legkülönlegesebbek szerinted? A legkülönlegesebb alkotás nehéz megfogalmazni, mert nagyon sok különleges alkotás érkezett, nem csak festmények, hanem ceruzával készült rajzok, illetve grafittal is. Nagyon szépen kidolgozott, aprólékos munkák érkeztek, úgyhogy nagyon sok díjazott volt a megnyitón, és örömömre szolgált, hogy boldogok voltak a gyerekek. Homoktövis Környezetvédelmi Oktatóközpont szervezi ezeket a rajzversenyeket, de gondolom van célja, hogy miért. Így van, a gyerekek művészeti nevelése a célunk, olyan témákon keresztül, ami közelebb hozza őket a természethez. Ez a zöldellőkert is az ember és a természetnek egy különleges szimbiózisa, ha mondhatom így, egy kölcsönösen előnyös kapcsolat, amikor az ember gondoskodik a kertről, és ez az szépségével, illetve gyümölcseivel hálálja meg ezt a gondoskodást. Mivel sikerült a gyerekeket jutalmazni, ösztönözni arra, hogy továbbra is részt vegyenek ezeken a versenyeken? A rajzolást segítő eszközöket kaptak a gyerekek, ceruzakészletet, zsírkrétakészletet, füzeteket, rajztömböket, illetve a természet szeretetét megerősítve természetbarát újságokat, amiket olvasva még inkább ihletet kaphatnak a rajzoláshoz. Pedagógusok szívesen segítenek a gyerekeknek egy-egy ilyen versenyen, hiszen ez iskolán kívüli tevékenység tulajdonképpen. Én úgy látom, hogy nagyon szívesen segítenek, és nagyon látványos alkotásokat készítenek, különféle ötleteket adnak a gyerekeknek. Nekem az is nagyon tetszett, amikor egy madárka szemszögéből, a madárházból mutatták meg, hogy milyen a kert, vagy pedig egy kulcsukon át kukucskálva mit láthatunk a kertből. És megjelent az egyik rajzon a telefon is, ami most a gyerekeknek most már elmaradhatatlan játszóeszköze.
Így van, mobiltelefonnal fényképezve a kertet, láthatjuk, hogy mit lát, milyen a valóság, és milyen a telefonon mutatott kép. Megvan-e már a következő téma? Őszre sportos témát tervezek, előzetesen ennyit szeretnék mondani. Remélem, hogy a pedagógusok ezen is nagy lelkesedéssel, illetve a diákok lelkesen vesznek részt. Meddig látogatható ez a kiállítás? Október 15-éig látogatható a kiállítás. Itt a Lóversenytéri Közösségi Házban minden hétköznap 9-től 18 óráig várunk minden érdeklődőt, és bízom benne, hogy aki megnézi a kiállítást, abban felébred a szunnyadó kertészkedési vágy. Csend ül a tájon, és zsendül a fű, zeng a fülembe mély hegedű, rezdül a tóvize, zöldül a domb, szól egy távoli birka kolomb. Rezdül a tóvize, zöldül a domb, szól egy távoli birka kolomb. Csend ül a tájon, és zsendül a fű, zeng a fülembe mély hegedű, mély hegedű, mély hegedű. Kakukkszó, kirándulni volna jó, fűzfa sípot faragni, fűzfa lóval lovazni, árkombokron által, háton hátizsákkal, menni, mendegélni, este hazatérni. Sombirág, sombirág, aranysárga a virág, kakukkfű, kakukkszó, kirándulni volna jó, fűzfa sípot faragni, fűzfa lóval lovazni, árkombokron által, fűzfa sípot faragni, fűzfa lóval lovazni, árkombokron által, háton hátizsákkal, menni, mendegélni, este hazatérni. Reggeli harmat kelti a lepkét, virág a réten tárja a kejhét, látja a lepke, billen a szárnya, virág kehelyben reggeli várja. Reggeli harmat kelti a lepkét, virág a réten tárja a kejhét, látja a lepke, billen a szárnya, virág kehelyben reggeli várja, virág kehelyben.